A Bihari Sebészet Alapítvány szervezésében májusban megrendezett jótékonysági focitorna alkalmával összegyűlt pénzadományból a nyár elején beszerzésre került ez az új elektromosan mozgatható betegvizsgáló ágy. A sebészeti osztályon gyógykezelésre szoruló betegek felépülési idejét akár csökkentő, a vizsgálat során a komfortérzetüket pozitívan befolyásoló, ugyanakkor az osztály dolgozói részére a mindennapi munkafolyamatot, vizsgálatot lényegesen megkönnyítő eszköz a mai kor elvárásainak maximálisan megfelel. Az új berendezés a nehezen mozgatható, elavult, kényelmetlen betegvizsgáló ágyat váltotta le a betegek és a kórházi személyzet legnagyobb megelégedésére. Örömmel tudom jelenteni, hogy összegyűlt annyi pénz, amiből elértük a célunkat, és meg tudtuk venni ezt a modern ágyat, ami mind a betegellátás során nagyon hasznos a betegek részére, és az ápoló személyzet részére, hisz mindenkinek megkönnyíti a munkáját, az állítható magasságú révén a beteg könnyen föl tud ülni, még az alacsony beteg is, illetve a magasság fölállításával pedig az ápoló személyzet magasságához lehet állítani, hogy kényelmesen nem meghajolva kelljen dolgozni. Mikor ezt elterveztük, akkor már a piacot körbe szimatoltuk, hogy milyen lehetőségek vannak, és akkor már kiválasztottuk, hogy mit szeretnénk vásárolni, ami a mi céljainknak megfelel, tehát muszáj volt, hogy masszív teherbíró legyen, ez az ágy 160 kilóig terhelhető, széles legyen, tehát a beteg mozgása közben ne érezze azt, hogy esetleg leeshet róla, úgyhogy az ágy teljesen megfelel a mi elvárásainknak. Nagyon rugalmas volt a cég, hamar leszállította, úgyhogy gyakorlatilag 2 hónappal a foci torna után már működőképes ágyat kaptunk, és ezt a sebészeti alapítvány a Gróf Tisza István Campus sebészeti osztályának ajándékozza, vagy adja tartós használatba, hogy ők használják, tehát a sebészeti osztály betegei élvezik ennek az előnyét, illetve az itt dolgozók. Még egyszer nagyon köszönöm magam, az osztály dolgozó, és nyilván a betegek nevében azt az önzetlen segítséget, amit kaptunk a támogatóktól, a foci csapatoktól, a külső támogatóinktól, a várostól, hogy ezt meg tudtuk így rendezni, és bízom benne, hogy ezt jövőre ugyanilyen sikeresen meg tudjuk csinálni. Bízunk benne, hogy ha ez ilyen sikeres voltak a eddigi tornáink, foci tornáink, és ezt tudjuk most már folytatni, nem lesz semmilyen járvány, ami ezt megakasztaná. Úgyhogy jövőre még nem tudom, hogy mit fogunk megcélozni, de mindenféleképpen szeretnénk folytatni a hagyományt, mert ez egy nagyon jó közösségépítő dolog volt. Egyrészt minden csapatnak jót tett, illetve a csapatok egymás közti ismerettségét is növeltette. Tehát ugye részt vett a sebészeti klinika, egy csapat az ott dolgozó kollégákkal is így jobban megismerkedtünk, illetve a városnak a nagyobb intézményeiből jöttek csapatok, amik szintén jó volt, hogy egymást nem csak a munka során ismerjük meg, hanem szabadidős tevékenységben is. A Bihari Sebészet Alapítvány már a következő évben megrendezésre kerülő jótékonysági focitornát tervezi, amely alkalmával bárki támogathatja őket a helyszínen, vagy akár banki átutalással az adó 1%-ának felajánlásával is megteheti, hogy az alapítvány nemes célkitűzései a jövőben is megvalósulhassanak.